Televíziónk vendége Hubay Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, akivel a megye fontos fejlesztéseiről fogunk beszélgetni. Mai vendégünk Hubay Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Üdvözlöm elnök urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Tekintsünk vissza az elmúlt időszakra. Ön hogyan értékeli a megyei közgyűlés elnöki ciklusának eredményeit és tapasztalatait? Eseménydús éven vagyunk túl, amiben volt pozitív és volt sok negatív esemény is, amire nem voltunk fölkészülve, hogy március óta tudjuk, van egy világjárvány, amely nagyon komoly fenyegetést nyújt az egészségünkre és a gazdaságra egyaránt, és ebben a helyzetben kellett feltalálnom magam, mint a megyei közgyűlés elnöke, aki ismert, tudja, hogy ezzel nem szokott problémám lenni, és az a csapat, akinek a segítségére számítotok és támaszkodhatok, az tavaly november 4-e óta megválasztásomat követően egyből mellém állt, és minden segítségre számítottam így. Sokkal könnyebb volt a nehézségeket is átvészelni, hogy összekapaszkodva, egymásra támaszkodva, a megyei közgyűlés munkáját segítve, mindenki azt a szerepet és azt a feladatot tudta ellátni, amihez legjobban ért, és arra is külön büszke vagyok, hogy az elmúlt egy évben az önkormányzatok munkáját is tudtuk segíteni, tehát a nehézségek ellenére sem szenvedtek olyan forrásvesztést, ami adott esetben a beruházásaikat, a projektjeiket, az Európai Uniós források elnyerését veszélyeztette volna. Ebben a helyzetben ön a térségben számos településen osztott adományokat. Miért tartja ez fontosnak? Miért visszajelzés ez a társadalom élvonalában dolgozók irányába? Nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, amely a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlésnek és személyesen az elnöknek mindig is nagyon fontos, és a lehetőségekhez mérten kiemelt feladata volt. Ezt én is magaménak érzem, és az adni jó elv alapján az idén a Magyar Református Szeretett Szolgálat kezdeményezését karoltuk föl, és szeretett dobozokat gyűjtöttünk a megyeházán, mintegy 500 dobozzal. De nem ez volt az egyetlen ilyen jótékony kezdeményezésünk, hiszen évtizedes hagyománya van a megyebának, amely szintén a rászorulókat segíti, évtizedes hagyománya van a karácsonyi sütivásárunknak, amely szintén a rászorulókhoz juttatja az adományokat, és az a jótékony kezdeményezés, amit a megyei önkormányzat az idén föl tudott mutatni, közel 10 millió forint segítséghez juttatta azokat a szervezeteket, amelyek vagy rászorulókat gondoznak, vagy azokat segítik. Adódik a kérdés, hogy hogyan fog alakulni a 2021-től 2027-ig a uniós fejlesztési ciklus, nyilván megyei szintű megvalósítása, melyek lesznek az előrehaladás lépései? A megye nagyon jól áll ezeknek a forrásoknak az elpályázásában és a felhasználásában is. 98% fölött van azoknak a projekteknek az aránya, amely az elkövetkezendő időszakban vélhetőleg lezárásra és elszámolásra kerül. Van néhány kockázatos projekt a megyében, én azt gondolom, hogy amelyiken tudunk, még segítünk, de van, amelyik projektet maga az önkormányzat nem szeretné már, ebben az esetben ellehetetlenülnek ezek a források, és már nem lehet őket felhasználni. Az is egy fontos dolog, hogy az elmúlt időszak gyakorlatától elszakadva egy kicsit az idei tervezés, ami a 2021 és 27 közötti időszakra vonatkozik, jóval nagyobb forrásokkal tud gazdálkodni, hiszen láttuk, hogy az előző ciklusban mintegy 53 milliárd forint állt a megye rendelkezésére, plusz a Szolnok megyei jogúvárossal együtt ez mintegy 70 milliárd forintra rúgott, és az eredményes pályázásnak a visszahulló források gyors és hatékony felhasználásának köszönhetően most már 91 milliárd forintnál járunk. Ezzel az összeggel tervezünk a jövőre, bár mi nem tudjuk pontosan, nem ismert előttünk pontosan az a keret, amiből majd a megye gazdálkodhat, de azt látjuk, hogy Szolnok megyei jogúvárossal kiegészítve nagyjából ugyanekkor a forrás állhat a megye rendelkezésére. És úgy tervezzük a források felhasználását, hogy az életminőség javítását, a munkahelyek megőrzését, fenntartását és az infrastruktúra javítását is egyben szolgálja. A terület és település fejlesztési operatív program is átalakulásra kerül, milyen módon? Nagyon széles körül az átalakítás, de valójában az alapelv az ugyanaz, térség és település fejlesztésről fog szólni. A megyei önkormányzatok szerte az országban most végzik a tervezést, a koncepció társadalmi vitán van, ezt december 28-án zárjuk a társadalmi vitát, és a véleményezést követően beépítve azokat, amik építő jellegű észrevételek,
nagyjából január közepére végére lehet egy olyan programja a megyének, amit a pénzügyminisztérium elé a kormány elé tudunk terjeszteni véleményezésre. Amennyiben a kormány is támogatja az elképzeléseinket, akkor jövőre bőven fog jutni az élhető városok fejlesztésére, az infrastruktúra fejlesztésére, a munkahelyek további megőrzésére és fenntartására, és leginkább az utak állapotának javítását szeretnénk kiemelni, amire nagyon komoly forrásokat tervezünk, és egy új logika kerül be a megyei tervezésbe, méghozzá az, hogy egyes járásokat, amelyek kifejezetten hátrányosnak tekintetőek, azokat külön is szeretnénk címzett forrásokkal segíteni. Ez a Jászapáti és a Kunhegyesi járás konkrétan, és mindkét járásra a megyei források 10-10%-át tervezzük. Beszélt elnök úr a forrásokról, a pályázati lehetőségekről, mikorra várhatóak az elsőek? Úgy tudjuk, hogy országosan nagyjából 100 milliárd forint lesz munkahelyteremtésre, ami a megyei önkormányzatokon keresztül, különböző foglalkoztatási paktumokon keresztül jut el a versenyszférába, többek között, de az önkormányzati szférába is, és kb. 200 milliárd forint áll majd országosan rendelkezésre az utak állapotának rendbetételére. Ez a megyére vonatkozóan azt jelenti, hogy nagyjából 5,6 milliárd forinttal gazdálkodhatunk a munkahelyteremtési paktumban, és nagyjából 10,5 milliárd forinttal az útfelújításban. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon komoly, szabad szemmel jól látható források, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdaság újraindulásához meglegyen a kellő lendület, és a munkahelyek teremtésével, új munkahelyek létrehozásával, meglévők megőrzésével a megyében élők élet minősége és a létbiztonsága is stabilabbá válik. A Jászlón-Kunszolnok megyei önkormányzat milyen területeket tart még igazán fontosnak, ahol mindenképpen az elkövetkezendő időszakban is fejlesztések várhatóak? Szakítva az eddigi nagyjából 30 éves gyakorlattal, a megyék beleálltak a gazdaságélénkítés tervezésében. Ezt úgy hívjuk, hogy a észak-kelet-magyarországi fejlesztési zóna 6 megye fogott össze, ebben Jászlón-Kunszolnok megye is élen jár a tervezésben, és egy olyan gazdaságfejlesztési szemlélet uralkodik most már a megyén belül is, amely épít az adottságainkra, az adottságok jobb feltérképezésére és jobb infrastruktúra kialakításával versenyképesebb vállalkozásokat szeretnénk a megyében látni. Ezzel együtt járhat az életminőség emelkedésén felül a munkabérek emelkedése, és vele együtt járhat az is, hogy akár a képzés, a képzéses színvonala, akár pedig a munkába állás lehetőségének a biztosítása minden fiatal előtt megnyílik. Tehát várjuk azokat a fiatalokat, akik a gazdaság élénkítésbe szakemberként szeretnének majd részt venni, és a szakember képzéshez a feltételeket szeretnénk minden képzőhely és minden fenntartó számára biztosítani. Köszönöm az interjút elnök úrnak!